Sziasztok! Ez a Pergamera Hány Szavak csatornája, és a mai videóban 10 okot fogok felsorolni, hogy miért érdemes olvasni az Ambrózi báró eseteit. Szóval, befutott a hír, hogy lesz még egy Ambrózi báró esetei, valószínűleg a könyvfesztiválra fog megjelenni, de lehet, hogy csak a könyvhétre. A lényeg az, hogy Beszörményi Gyula közölt belőle egy részletet a moly.hu-n, és hát eléggé bezsongtam. Nagyon-nagyon szeretem ezt a sorozatot, és ez már véget ért, lezárult, és most mégis jön hozzá valamilyen kiegészítő kötet. Ennek apropóján úgy gondoltam, hogy azok, akik még nem ismerkedtek meg ezzel a csodálatos sorozattal, most kapjanak tőlem 10 okot, hogy miért is érdemes most belefogni. Az első pont a történelem. Ahogyan már az Outlandernél is elmondtam, nagyon-nagyon fontos ezeknél a történelmi regényeknél, amelyek a múltban játszódnak, hogy jól visszaadják, hogy ne legyen elnyomva, és megfelelő mértékben tartalmazza a fő szál mellett a történelmi hátteret is a kötet. Ezt Böszörményi Gyula is csodálatosan csinálja, szerintem egyáltalán nem mondható az, ahogyan beleszövi a történelmet az egész sorozatba, és hát kell is, mert hát végül is ez a mi történelmünk, szerintem éppen eleget kapunk a történelemből, ezáltal a sorozat által, szóval ez mindenképp egy pluszpont. A második pont kapcsolódik az elsőhöz, mert hogy ide a korhűséget soroltam. Azért fontos szerintem ez, mert az egy dolog, hogy van egy kitalált történetünk, és így egy valós történelmi korba helyezve igazából tartalmazhat fantasztikus elemeket és valós elemeket is, de szerintem mondhatjuk azt, hogy az Ambrózi báró esetei korhű is, mivel tudjuk, hogy Böszörményi Gyula úgy keres utána a krimi szálaknak, hogy megnézi a korabeli újságokat, mi az, amire esetleg nem derült fény, mégis megmozgathatja a fantáziánkat, mert hogy az újságok nagyon sokszor tartalmaztak mindenféle ilyen eltűnést, botrányt, rablást, stb. És ehhez költi hozzá a saját megfejtését, történetét és krimi szálát. Ez szerintem nagyon-nagyon jó. Felbukkanak olyan karakterek, akik a valós történelmi korban is léteztek. Más kérdés persze, hogy bizonyos karakterekről nem tudunk eleget ahhoz, hogy meg tudjanak jelenni egy ilyen történetben, és ezeknél nyilván Böszörményi Gyula fogja befoltozni a lyukakat. De szerintem ettől eltekintve is korhű a dolog, mert mindennek alaposan utána keres az író, és megpróbálja a valós szemét annyira visszaadni, amennyire csak lehetséges. Ezen kívül megjelennek olyan, mivel a fő színhely az Budapest, olyan részek Budapesten, amik a valóságban is úgy néztek ki, nagyon-nagyon fontos helyszín a Tabán, és ez mind korhűséget ad a történetnek. Kapcsolódva az előző kettőhöz, a magyarság is nagyon fontos, mert én úgy éreztem végig olvasás során, hogy már pedig ez egy vérbeli magyar sorozat, és azért, hogy Magyarországon játszódik legfőbb részt, azért, hogy magyarok a karakterek, akik ugye valóban éltek, magyarok a helyszínek, mindezek nekem nagyon a szívemhez közelibé tették ezt a sorozatot, mégiscsak rá kell jönnünk, hogy nagyon jó minőségi magyar írásokat olvasni, mert sokkal közelebb tudják hozni hozzánk az egész történetet, a problémákat, és igazából mindig rá kell jönnöm, hogy például a magyar történelemről, nyelvről is van még mit tanulnunk, így tehát miért nem olvasnánk magyar sorozatot? A következő a szerelmi szál. Igen, most a sorozat minden részét fel fogom nektek mutatni, szóval a szerelmi szál. Én kiemelném itt, hogy szerintem ez egy nagyon jó sorozat olyan szempontból is, hogy fiúknak és lányoknak egyaránt izgalmas lehet. A lányoknak a szerelmi szál miatt legfőképpen, mert hát elég erős szerelmi szál van benne, szerintem borzasztó jól van kitalálva, és mégsem ez áll a középpontban, ez mindenképpen egy kiemelkedő szál, de emellett nagyon fontos még az is, hogy ez egy krimi. Krimi és valami hihetetlenül jól megkomponált krimi,
nagyon-nagyon izgalmas, és az, hogy a krimi szál ennyire jól elfér a szerelmi szál mellett, az is Böszörményi Gyulának köszönhető, aki nagyon jól összekombinálta ezt a kettőt. Én talán ezzel a sorozattal szerettem meg véglegesen a krimi műfaját, amit egyébként eddig annyira nem szerettem. Hogyha szeretitek a krimit, azért olvassátok, ha pedig nem próbáltátok még a krimit, vagy vannak előítéleteitek, akkor azért, mert biztos, hogy meg fogjátok szeretni ezáltal a sorozat által. Jöjjön még néhány pont, a karakterek. Érdekesek, jól körvonalazottak. A legfőbb két szereplőnk, akik itt láthatóak, nekem ők a kedvenceim. És emellett még nagyon fontos az, hogy a kis mellékszereplők is annyira jól körvonalazottak, hogy nem tudjuk őket elfelejteni, nem tudjuk elkerülni, hogy véleményt alakítsunk ki róluk, és ezért egy óriási karakter gárdával dolgozik az író végig a sorozat során, és ez szerintem nagyon fontos egy ilyen hosszú sorozatnál. Aztán ott van még a nyelvezet, ami nekem a szívem csücske ebben a sorozatban. Méghozzá azért, mert nagyon-nagyon ízesen beszélnek a karakterek, nagyon sokféleképpen beszélnek a karakterek, és nyilván modorosan, ahogy abban a korban illett, és ezt én nagyon szeretem, rögtön be tudsz cippantani, és ami lehet negatív is, de számomra egyértelműen pozitív dolog volt ebben a sorozatban, az az, hogy vannak lábjegyzetek. Nagyon-nagyon örültem neki, hogy az olyan szavak, amiket esetleg nem érthettem, azok lábjegyzetben oda voltak írva, hogy mégis mit jelentett abban az időszakban, az olyan karakterek, akik újak voltak, oda volt írva róla az információ, amit összetudott róla szedni az író. Így tehát tényleg valóságosnak érezhettük ezt az egészet, alátámasztottnak érezhettük, és nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy ennyire sok ízes beszédet is olvashattam benne, és hogyha valamit nem értettem, azt is ezzel küszöbölte ki az író. Mutatok egy példát. Itt két lábjegyzet is található, az egyik egy szómagyarázat, ahol is az olvasható, hogy kivéhet mellkerek, és ezek a mellkerek vajon micsodák lehetnek? Hát itt van, hogy tolvaj, kéj, nő, és ez egy korabeli szleng szó. Szerintem ez nagyon király. Jó, nem biztos, hogy ezzel mindenki egyetért, de én rajongok ezért, hogy így van megszerkesztve ez a könyv. Ki kell még emelni a történetvezetést, mert hát ahogy a krimihez illik, ez is egy nagyon idegörlő, hosszadalmas, mégis borzasztóan izgalmas sorozat, csupán csak addig húzza-nyúzza a krimi szállat az író, amíg végül a főszereplő nyomozóink rá nem jönnek, hogy mégis hogy van ez a dolog. Nekem például nagyon jó volt, hogy nagyon sokszor nem jöttem rá arra, amire a főszereplőink, és aztán amikor elmondták, akkor leesett a tantusz, és ez szerintem nagyon fontos egy kriminél. Szóval nem volt kiszámítható, és nagyon jól van vezetve az összes szál. Nem tudom ezt spoiler nélkül elmondani, de olvasás során biztos, hogy mindenki ráérez arra, hogy mennyire különlegesen van vezetve a történet, hogy izgalom is maradjon, de mégis belegyünk avatva a dolgokba. Ehhez kapcsolódik a hosszúság, amit szintén ki kell emelnem, mert vannak olyan sorozatok, amelyek nagyon-nagyon hosszúak, vagy nagyon-nagyon rövidek. Ez szerintem pontosan jó hosszúságú, átlagosan 500 oldalasak a könyvek, a vége az már kicsit hosszabb, és van két kiegészítő kötet, amik nagyon-nagyon rövidek, talán 100 oldal alatt is vannak, vagy ilyen 100 oldal körüliek. A fő könyvek pedig szerintem kell, hogy 500-600 oldalasak legyenek, mert annyira izgalmas és annyira érdekes a történet, hogy az író is látta, hogy azért valamit le kell zárni egy-egy könyvben, és mindegyik könyvben én úgy éreztem, hogy lezárt, és hogy nem ilyen cliffhangerrel megy át a történet, kivéve az utolsó előttit, de tényleg a fő krimi szál az mindig lezárul, egyedül a szerelmi szál az, ami tényleg az utolsó részben zárul le, szóval arra várni kell. De mivel megjelent az egész sorozat, és már nem kell várni a részekre, ezért bátran ajánlom az egész sorozatot. Az én kedvenceim úgy jönnek sorban, hogy a második, a Rudnai gyilkosságok, aztán jön a harmadik, az Ármány és Készfogó, és a negyedik, amire nagyon-nagyon vártam, ez pedig a Nász és Tíboly. És tizediknek egy banálisabb indokot mondanék, amiért érdemes elolvasni a sorozatot, méghozzá az, hogy csodálatosan szépek. Kívül is és belül is, mert most végigmutattam, hogy milyen borítóval jelentek meg, és mi is szavazhattunk, amikor még előkészületben voltak ezek a borítók. Szerintem egytől egyik csodálatosan szép. Nem is tudnék nagyon választani, hogy melyik a legszebb. Ezen kívül belül is van egy fejléc, ami végigkíséri a történeteket, és mindegyik könyvben más. Az
És mivel több szálon játszódik, több ember szemszögéből, ezért ezek is könyvenként változnak, hogy éppen kit követünk végig. És annak a fejlécét láthatjuk. Például itt egy másik, egy könyvön belül. És ezek annyira nem nagy illusztrációk, de annyira jól alátámasztják ezt a hangulatot, ami az egész könyvet jellemzi, hogy én nagyon szeretem, hogy erre is figyeltek. Szóval nagyon-nagyon ajánlom ezt a sorozatot is, tényleg nem csalódtam benne, nagyon-nagyon szerettem ezt az egészet, és alig várom, hogy még egy Ambrózi kötetet kaphassunk, mert tényleg azt tudom mondani, hogy Böszörményi Gyula nem tud rosszat írni, és egyszerűen akármit ír ezzel a világgal kapcsolatban, az csak érdekes lehet és jó. Ha pedig ti is már olvastátok a sorozatot és rajongtok érte, akkor tudom ajánlani a Világok lenges Hangai Millés gyertyát, és van egy Ambrózi Richárdos gyertya is. Mind a kettő szerintem visszaadja a hangulatát a sorozatnak. Illetve nekem még van egy legyezőm is, amit én kaptam, de egyébként osztogatták és lehetett venni az egyik ilyen könyves rendezvényen. És semmiképpen se felejtsétek el dedikáltatni a köteteiteket, mert körülbelül minden évben szokott dedikálni az író, és hát mégiscsak így az igazi egy Böszörményi Gyula könyvet a polcunkra tenni. Remélem, hogy sikerült meggyőznöm titeket, illetve újra Ambrózi Bárós hangulatba hozni azokat, akik egyébként is nagyon szeretik a sorozatot. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!